Két nagyon fontos dolog az, ami miatt én itt vagyok ezen a szakmai konferencián. Az egyik az, hogy Magyarországon a közétkeztetésben elindult egy újfajta kezdeményezés, a Mintamenza program, ami szerintem már 20 évvel ezelőtt el kellett volna, hogy induljon, vagy 30-szal, hiszen a közétkeztetés az egy nagyon fontos kérdés abból a szempontból, hogy egy generációk életét határozza meg. Ilyen szempontból ez nagyon üdvözlendő, és ugye külön öröm számunkra, hogy ez Békés megyében indult. A másik kérdés az, ami engem nagyon érdekel és nagyon motivál, ez pedig az, hogy ebbe a közétkeztetésbe a hal ne olyan szerepet játszon a jövőben, mint amilyet játszott ez idáig. Eddig is lehetett halat enni a közétkeztetésben, de ez jellemzően nem magyar termék volt. Magyarországon kiváló minőségű, ellenőrzött körülmények között termelt, feldolgozott halat kell bevinni. Én ezt vállaltam föl, és ezért szeretnék dolgozni, hogy a ponty és a busa az egy elfogadott termék legyen. Mára már a kísérletek egyértelműen bizonyítják, hogy szálkamentesen elő lehet állítani ezeket a termékeket. Meg kell vizsgálni, hogy ott, ahol sok halat esznek az emberek, ott a szív-érrendszeri betegségek aránya hogyan alakul. Hiszen a halnak az ásványanyag, vitamin összetételei azok igen széles skálán mozognak. És jellemzően a szív-érrendszer, izomzatra, idegrendszerre olyan pozitív hatással vannak, amelyek talán egyetlen egy más húsféleségben sincs meg. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy független a történet ahhoz, hogy ez most tengeri vagy édesvízi hal, jelentőségét leginkább az adja az édesvízi halnak, hogy ezt mi állítjuk elő, mi dolgozzuk föl, magyar munkahelyeket hoz létre, magyar munkahelyeket tart meg, és természetesen az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mindenki tudja azt, hogy az, amit eszik, az magyar, és ez egyfajta bizalom is egyben. Az egyik komoly probléma az, hogy nem volt, vagy nincs Magyarországon halfeldolgozás, és ennek az alapjait meg kell teremteni, hogyha mondjuk összehasonlítjuk a baromfival, amelynek már 40 éves hagyománya van a húsfeldolgozásban, akkor talán nyugodtan mondjuk ki, hogy ha a csirkék az áruházak polcain ketrezben lennének, mennyit csirkét ennének a magyar emberek. Van egy kényelmi állapot, van egy kényelmi helyzet. Nyilván senki nem szereti azt, hogy a konyhájában ez egy olyan fajta tevékenységet, meg helyzetet generáljon. Ezért mindenki a készterméket, a feldolgozott, a minőségi terméket keresi, és mi ennek szeretnénk megfelelni, először a közétkeztetésben.